Hétfőn délután érkeztek meg Nyíregyházára ezek a kerékpáros zarándokok. Már több mint 200 kilométert megtettek Kárpátaljáról indulva, a végállomásuk pedig Budapest lesz. Augusztus 20-án ott fogják ünnepelni az államalapítás ünnepét. A 71 esztendős Takár Károly, vagy ahogyan sokan ismerik, Katyó minden évben megteszi ezt az utat. Mint mondta, kötelességének érzi, hogy a határ mindkét oldalán hirdesse magyarságát, és a kárpátaljaiakat is arra biztassa, legyenek büszkék gyökereikre. Ahogy én megfogalmazom, a kárpátaljai összetartozunk is, lelkes bandérium csapatunk, hogy mindenfele tisztelettel adozunk is, valahol azt is meg kell csinálnunk, hogy azért föltámasztjuk Csipke Rózsika álmából a magyarságot, meg kicsit ugye el vannak kenődve, lankadva. És akkor, mikor én például Aknasz Latinától Beregszázig mentem, az 140 kilométer, de most úgy csináltam egy nagy kört, hogy igyekeztem minél több magyarat a településre bevinni, a nemzeti magyar lovogót, és akkor tudod, ülnek a ház előtt a bácsikák, felállnak magyar zászló látán Kárpátalján, leveszik a sapkájukat, már ismernek névül, azt mondja, Katyó, mi van, bejöttek a magyarok? Be! A magyarok itt vannak állandó jellege. Csak érezni kell, jobban nyilvánítsátok ki. Nem kell gyávának lenni, mert minél gyávábbak leszünk, annál jobban minket sarokba fognak szorítani. Csináljátok! Jonathan Március 15, vagy Katyó csinálja. Kitesszük a magyar nemzeti lobogot. Több semmi nem érdekel. Az Otthonról Haza program sorozat célja, hogy összekösse a Kárpát-medence magyarságát. Valamennyi szomszédos országból indultak Budapestre kerékpártúrák. Minai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, Magyarországon 2010-től kezdett felerősödni a határon kívül maradt honfitársak támogatása, amikor a parlament megszavazta a kettős állampolgárságról szóló törvényt. Ez az újraegyesítés időszaka volt, segítjük egymást gazdaságilag, kulturálisan, lélekben, és próbáljuk a határokat átjárhatóvá tenni, csak úgy, ahogy az Unióban ez megvan. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező évtized pedig a nemzeti büszkeség évtizede kell, hogy legyen, mert ha a hétköznapokban jól dolgozunk, akkor büszkék lesznek azok, akik magyarként a világ bármely részén élnek, arra, hogy ők magyarok, elismerik őket, és tulajdonképpen a munkájukkal, tehetségükkel a magyarok hírnevét gyarapítják. A Hősök terén nemrégiben felavatott nemzeti összetartozás emlékművénél az országgyűlési képviselő, Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és Úrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere, valamint a kerékpáros zarándokok is fejet hajtottak. A kárpátaljaiak aztán néhány perc múlva a megyeháza elől indulva folytatták útjukat, akiknek Mezőkövesd lesz a következő állomásuk. Sziasztok! Köszönjük szépen! Erőt, egészséget, lányok! Legjobbakat, viszlát!